Több mint 30 utcát aszfaltoztak le az Engél Szelinyi program keretében a Hargita megyei Gyergyóalfaluban. Mivel most már a község majdnem minden utcája le van aszfaltozva, ünnepélyes átadást szerveztek. Több mint 30 utcára került aszfaltréteg a Hargita megyei Gyergyóalfaluban, ami azt jelenti, hogy a község minden utcája egy kisebb utca kivételével aszfaltburkolatot kapott. Ennek örömére a helyiek ünnepélyes átadási ceremóniát szerveztek. Valójában tényleg egy történelmi pillanatról beszélünk, hiszen a enyhe túlzása, vagy hát mondjam, nagyon pici túlzással elmondhatjuk azt, hogy most már tényleg a településen, Alfaluban és Borzont egyaránt minden utca aszfaltréteget kapott. Egy kimaradt végső soron egy 160 méteres utcácska, mert nem volt valahogy valami okból kifejezőleg befoglalva ebbe a projektbe. Mivel idén ez az utca kimaradt, jövő tavasszal ezzel fogják kezdeni az aszfaltozást, fogalmazott a polgármester. Tervek szerint azokat az utcákat is újra aszfaltozzák, amelyek ezelőtt 10 évvel kaptak borítást, hisz szükséges a felújítás. Az RMDS kormányzati szerepének ez az első számú nagy eredménye itt Gyergyószéken, hiszen Gyergyóalfaluban valósult meg először az, hogy minden utca aszfaltozva van itt a községben. Ez mindenképp a helyi csapatnak, polgármester úrnak és az RMDS csapatának köszönhető, de úgy, ahogy az átadáson is elmondtam, ez egy egységes RMDS csapatmunka volt, mint a hokiban, valaki fel kellett hozza a korongot ahhoz, hogy ebből gól legyen. Hangsúlyozta, ez a munka jelzésértékű a közösség számára, mivel a vezetőknek arra kell törekedniük, hogy minden település ilyen szintre kerüljön. A nagyszabású beruházást az Engél Szelinyi programban nyertes pályázatának köszönhetően tudták kivitelezni.